jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, Fehérvári Beszélgetések című műsorunkat látják. Ma este egy nagyon érdekes vendéget hívtam meg a stúdióba, aki az egész pályafutását a pedagógus léttel töltötte. A ma esti vendégem a város egyik legeredményesebb iskolájának igazgatója, Timár Nikolett. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a nézőket. Az iskola nevét még nem mondtam, mert nagyon hosszú és nehéz kimondani, de Nikolett a II. Rákóczi Ferenc magyar-angol kéttanítási nyelvű iskola vezetője. Hát nagyon hosszú, de hát az iskola is nagyon hosszú ideje fennáll, erről is fogunk beszélgetni. De kezdjük talán azzal, hogy ugye, ahogy mondtam, az egész életét, az egész pályafutását arra tette fel, hogy pedagógus szeretne lenni, ezt a hivatást választotta, mert kiskorában is... Ez volt a cél? Igen, én egy székesfehérvári családból származom, és édesanyám Székesfehérváron óvónő volt. Több óvodába is dolgozott, de ami talán az életéhez leginkább fűződik, az a Tóvárosi óvodának az elindítása, egy új óvodának a megnyitása, és ott vezető óvónőként dolgozott, és az óvónőképzős hallgatók jártak oda gyakorlatra, és úgy gondolom, hogy ez a légkör volt az, ami engem arra irányított, hogy mindenképp pedagógus legyek, tehát ez mindenképp egy családi indítatás. Mit lehet tudni a tanulmányokról? Alsó tagozatban én Rákóczi is voltam. Erre nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy visszatérhettem ebbe az iskolába, és azért azt is el kell mondanom, hogy édesapám és a nagyapám is itt tanult ebbe az iskolába. Aztán elköltöztünk a Tóvárosra, és akkor a mostani Munkácsi, akkori Schönherz iskolába jártam felső tagozatba, majd pedig a József Attila gimnáziumba francia tagozaton érettségiztem, de én már akkor, mikor 8-as voltam, én már akkor tudtam, hogy az érettségi után a cél az a győri tanítóképző főiskola lesz. És tanító szeretett volna lenni, vagy volt valami más is? Nem, csak tanító szerettem volna lenni. Az óvónőség is megfordult a fejembe, de nincs jó énekhangom, és ugye ott azért az egy felvételi kritérium volt, hogy tudni kell énekelni, tehát erről letettem, és így nagyon-nagyon kicsi koromtól fogva végig csak az, hogy én tanítónéni szeretnék lenni. És mi volt az, ami az elején erre a pályára indította? Most a család indítatást leszámítva, a gyerekek szeretete, az, hogy a tudást át kell adni, vagy mi az, ami önt ebben vezérelte? Hát igen, a gyerek szeretet, illetve nagyon szerettem magyarázni, tanítani. A testvérem, a barátnőkkel, mi mindig iskolást játszottunk, sorba ültettük a babákat, tanítottuk írni, olvasni őket. Tehát kisgyerekkoromban is mindig az volt, hogy ezt valakinek át kell adni, és meg kell tanítani ezeket a dolgokat. És akkor ezt követően ugye tanítóképző lett a következő lépés. Igen, Győrbe 3 évig éltem, és ott a tanítóképzőben nagyon nagy nevű tanároktól tanulhattuk meg a szakmát. És igazándiból, ami nagyon mély nyomot hagyott bennem, azok a gyakorlati órák voltak, amikor egymás tanításait néztük és elemeztük, és a mai napig élnek bennem mozzanatok, hogy mire hívták fel a figyelmünket, hogy mit kell csinálni, hogyan kell egy-egy problémát megoldani a tanórán, vagy hogy kell valamit átadni a tanulóknak. Egyébként ön szerint milyen a jó tanár? És ön milyen tanár volt? Mert ugye a főiskoláról kikerülve tanár volt, mielőtt ugye igazgató. Igen. Illetve tanító, mert igen, most ezt csúnyán fogalmaztam. Igen, tanító. És én nagyon kislánynak látszottam akkor ott 21 évesen. És a Sziget utcai iskolába 80-ba kezdtem a pályafutásomat, és 36 fős első osztályt kaptam rögtön bele a mélyvízbe. És hát én a mai napig kapcsolatban vagyok ezekkel az osztályokkal, és a szülők megfogalmazták később, hogy egészen meg voltak rémülve, hogy mit fog ez a kislány kezdeni ezzel a sok gyerekkel. Hát azért a 36 fő azért az akkor is soknak nem számított. Kevés, igen. És ami biztos, az egész pályafutásomat végig kísérte az, hogy nagyon következetes voltam. És én azt gondolom, hogy ez az egyik titok, amivel egy gyereket meg lehet fogni,
hogy érzi azt, hogy én rám mindig számíthat, minden pillanatban számíthat rám, de ugyanakkor tudja a határokat is mindenféle téren, hogy meddig mehet el. És amit én azt mondtam mindig a gyerekeknek, hogy amit első osztályba kimondok, az negyedik osztály évvégén is úgy lesz, és ehhez próbáltam magamat tartani. Egyébként így fiatalon mennyire szerették a gyerekek? Hát én a mostani visszajelzésekből érzem azt, hogy nagyon szerettek. Tehát kapom a Facebookon is a különböző helyekről azokat az impulzusokat, illetve véleményeket. Most már a felnőtt volt tanítványaimtól, hogy mennyi mindent tanultak tőlem, és milyen jó volt akkor iskolába járni, és nagyon sok közös programunk volt, rengeteget jártunk kirándulni, mozibérletünk volt, és olyan programok voltak, ami igazi közösségé kovácsolta ezeket az osztályokat. És nem véletlen, hogy a mai napig egymással kapcsolatban vannak ezek az alsós osztályok, és tartják a kapcsolatot, és rendszeresen találkoznak, és ezekre a találkozókra van, hogy engem is meghívnak. És akkor szeretettel eleget tesz. Igen, mindig elmegyek, amikor hívnak. Ez ugye Sziget iskola volt, és akkor itt ugye elég sok időt eltöltött. A későbbiekben hogy volt? Ugye azt mondta, hogy úgy kezdte, hogy elsős osztály, azért azt végigvinni alsó tagozatban, hát nem lehetett egy egyszerű feladat. Melyik egyébként a nehezebb? Mondjuk az elsősöket kifogni, vagy a negyedikeseket, hogyha mondjuk belecsöppen az ember egy negyedikes osztályba, akik már ugye majdnem felsősök? Mindegyiknek megvan a maga varázsa, tehát az elsőst, hozzászoktatni az iskolai élethez, megtanítani írni, olvasni. A negyedikes meg, amikor már egy szempillantásból érzi, és tudja azt, hogy én mit szeretnék, tehát mindegyiknek megvan. Nagyon nehéz az a váltás, amikor egy nagyon-nagyon összeszokott negyedikes osztály után bejön az a sok kicsi elsős. Tehát az mindenki, minden tanítónak az életébe az a váltás a legnehezebb. Mert az a korosztály azért még mondjuk azt, hogy ott szeptemberben ugyancsak óvodás, és nagyon sok mindent meg kell nekik ott hirtelen szokni és tanítani az iskolába. A Sziget utcába 1980-ban kezdtem, és akkor indult el az az iskola. Nagyon sokan voltunk pályakezdő fiatalok, és nagyon-nagyon jó közösség volt. Délutánonként ültünk a tanáriba, együtt írtuk a naplót, mert ugye az egy külön tevékenység volt, hogy a naplót írjuk, és nagyon sok közös programot csináltunk mi felnőttek együtt, és egy gyönyörű új iskola volt, új berendezésekkel, cipeltük a padokat, lestük, hogy hogyan nő a fű, mire átadják az iskolát ott az ünnepségen. Úgyhogy egy nagyon-nagyon szép időszak volt. És itt abban az időszakban terjedtek el ezek a fajta iskolák, ugye itt a lakótelepeken, a igen, Tolnai hát, és a többi igen, a környéken, ez egy új fajta iskola volt. Igen, ezt mi tulajdonképpen azt mondom, hogy a legtöbb iskolát kineveltük, mert például a Tolnai is még nem adták át az épületet, és ezért egy darabig nálunk volt úgymond elszállásolva, és mi is ki voltunk rakva különböző termekbe, a Széchenyi utcába, a Stopp étterem mögött volt egy terem, és délelőtre délutára jártunk azért, mert a tolnaisok is nálunk voltak, tehát váltakozó munkarendben voltunk. És akkor ugye ezt követően, ahogy a szigetes éveknek vége lett, bekerült a Rákócziba. Igen, szívem vágya volt az, hogy visszakerüljek a Rákócziba, meg elköltöztünk a Tóvárosról, és közelebb szerettem volna kerülni, hogy ne kelljen a városon át buszozni, közlekedni, és mindig is a Rákócziba szerettem volna kerülni. Amikor elkezdtem, akkor nagyon-nagyon kevés hely volt a városba. Tehát nem volt abszolút pedagógus hiány, sőt azt kell, hogy mondjam, hogyha valaki már pályakezdőként osztályt kapott, az nagyon nagy szó volt. És akkor volt egy olyan időszak a Rákócziba, amikor több kollega váltott munkahelyet, és így megüresedett állás, és akkor kerültem oda 93. szeptemberébe tanítónak. És akkor hát így nagyon sok év eltelt ezzel, míg nem aztán igazgató lett. Igen, hát végig tanító voltam, mindig osztályfőnök voltam, tehát 4 évenként jöttek az új osztályok, és
mindig úgy dolgoztunk párokba, hogy tanítottunk is, meg délután napköziztünk is. Ez azért volt jó, mert a napközi egy kicsikét szabadabb, és az ember közelebb került a gyerekhez, és jobban megismerhette. És akkor 2010-ben az akkori igazgató Móder József hosszú-hosszú Rákóczi pályafutás után nyugdíjba ment, és hát meghirdették ezt az állást, és én megpályáztam, mint belső munkatárs, és a nevelőtestület 100%-ba támogatott, illetve akkor még ugye a Székesfehérvár városához tartoztunk, és így kaptam meg a kinevezésemet. Hogy telt el ez az elmúlt időszak, mint igazgató, és milyen különbségeket lát egyébként? Mennyivel, hát az egyértelmű, hogy sokkal felelősségteljesebb feladatkörrel rendelkezik ez a fajta munka. Mennyiben más, mennyiben elégedett azzal, amit az elmúlt időszakban csinált? Hát így, hogy eltelt ugye néhány év, azt kell, hogy mondjam, hogy amit én a vezetői programomba leírtam és megfogalmaztam, azok az elképzeléseket szerencsére meg tudtam valósítani. Ezek a megfogalmazott dolgok, ezek inkább ilyen nagyívű folyamatok voltak, és tudtam azt, hogy nem egy-két év kell ahhoz, hogy ennek a végére érjünk, de én úgy érzem, hogy akkor, amikor én igazgató lettem, akkor a kéttanítási nyelvű program, ez a magyar angol kéttanítási nyelvű program éppen csak elindult, tehát egy nagyon kis létszámú csoport tanulta még akkor ez a program szerint, és hát tavaly volt 10 éve, hogy mi ezt elkezdtük és megcsináltuk, tehát az idei tanév az a 11. tanév, és most már alig van általános tantervű gyerekünk, mert annyira népszerű a program, hogy az iskolának, a tanulói létszámának a nagy része az a két tannyelvű programba vesz részt. Erről is fogunk még egy picit beszélgetni, de egy kicsit kanyarodjunk vissza az iskolának a történetéhez, hiszen nagyon érdekes és nagyon hosszú ideje fennálló iskoláról beszélünk, ami, ha jól tudom, annak idején fiúiskolaként indult. Így van. 1919-ben építették, illetve nem is építették, hanem akkor alapították az iskolát, mert ez az épület, amiben mi most vagyunk, ezt csak 32-ben adták át. És 19-től ez a polgári fiúiskola több helyen is működött a városba, a színház éttermébe indult el az első osztály, aztán voltak a tiszti klubnak a helyén, tehát több épületbe is működött, majd pedig Klebersberg-Kuno egy ilyen közmunkaprogramszerűséggel építette meg ezt az iskolát, és onnantól fogva mindig iskola volt. Egyedül a háború alatt volt hadikórház, de egyébként ez az épület soha nem működött másként, csak iskolaként. Mindig a nyelv tanításában volt erős ez az iskola. Amikor én gyerek voltam, akkor orosz tagozatos iskola volt. Ezt ugye akkor az orosz megszűnt, akkor angol tagozatos iskola lett, tehát heti 5 órába tanulták a gyerekek az angolt, és akkor úgy lett ugye 11 évvel ezelőtt két tannyelv is. Na, beszéljünk erről is egy kicsit, mert azért elég érdekes eredmények születnek ugye ezen a téren. Hallani olyat, hogy ugye gyerekek kijönnek általános iskolában, mondjuk már felsőfokú végzett vagy nyelvvizsgával, ami egy kicsit olyan elképzelhetetlen, bár amikor azt látjuk, hogy mondjuk egy gyermek tényleg napi szinten ezt tanulja, tantárgyi szinten nagyon sok mindent, akkor elképzelhető, csak úgy egy kívülállónak ez így nehéz. Most ezek a gyerekek hetente 10 órát beszélnek angolul. Ugye van 5 óra angol óra, és van 5 óra, amikor tantárgyat tanulnak angol nyelven. Ez a kicsiknél egy kicsit játékosabb, hiszen ének és rajz is van benne, a környezet ismerete az komolyabb. A felső tagozatosok azok már a történelmet, a természetismeretet és a célnyelvi civilizációt tanulják angolul, de minden évfolyam heti 10 órát kap angol nyelvből. És én azt gondolom, hogy ez egy akkora óraszám, amit a 8 év alatt, ugye, hogyha megszorzunk, és azzal a 36 tanítási héttel, akkor ez rengeteg angol óra. A mai angol tanítás az a mi intézményünkben már más, mint ahogy például én is tanultam annak idején a nyelvet, tehát nem a nyelvtanra megy rá, hanem arra, hogy a gyerek felszabadultan tudjon, merjen beszélni, merjen kommunikálni.
Aztán majd később jönnek rá a nyelvtani alapok, de az a lényeg, hogy utánzással tudjon és minél inkább merjen megszólalni. És nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a nyolcadikasainknak a nagy része leteszi a középfokú nyelvvizsgát. Hát van, aki azt mondja, hogy ő még egy-két évet tanul, és akkor próbálja meg, de a végzőseinknek a 80-90%-a megcsinálja ezt a középfokú nyelvvizsgát, ami egy hatalmas nagy előny a mai világban. Mennyire kemény egyébként emellett a tanulás a gyerekeknek? Mert hogyha azt most belegondolunk, hogy 10 órát tanulnak, akkor nyilván emellett otthon is kell velük foglalkozni. Mennyire leterheltek, mennyire fáradtak? Mert hogyha mondjuk a Rákóczi iskolába megyünk forgatni, akkor azt látjuk, hogy tényleg nagyon lelkes az összes gyerek, és mindig mindenben benne vannak, és csinálják, és tetszik nekik. Igen, tehát nem jön le az, hogy terheltek lennének. Én úgy gondolom, hogy pontosan ez a lényege, hogy nagyon-nagyon játékosan, hogy szinte észre se veszi, hogy tanul és utánzással tanulja a nyelvet, és ez annyira leköti őket, hogy leginkább az angolt szeretik, tehát ezt ők elmondják, a testnevelésen természetesen kívül, hogy az angol a legkedvesebb órájuk, és tényleg lelkesen csinálják. Vannak gyerekek, akiknek otthon azért kell segítség, de olyan sokszor ismételnek szavakat, kérdéseket, mondatokat, hogy kell, hogy ráragadjon a gyerekre ott az óra alatt. Az iskolának egyébként nagyon széles körű a tevékenysége. Beszéljünk egy picit ezekről, hogy nem csak ugye oktatás zajlik, de nagyon sokféle nevelés is zajlik, mondjuk a testnevelésen kívüli órákra is gondolok. Tehát nagyon sok sportolási lehetőség van. Mi mindent tudnak csinálni a gyerekek? Hát a sporttal kezdjük akkor. Nagyon régóta mi a Dávid Kornél kosársulival vagyunk kapcsolatban, és a kosárlabda az egyik fő sportág, amit a mi tanulóink tulajdonképpen üzhetnek az iskolába. De ezen kívül nagyon kedvelt a röplabda a lányok körébe. Aztán járunk korcsolyázni, járunk úszni, járunk teniszezni. Úgyhogy ugye egy darab tornatermünk van, és azt a heti 5 testnevelés órát azt valahogy meg kell oldani, és így külső helyszínekkel is próbáljuk ezeket az alkalmakat tulajdonképpen behívni az iskolába. És hát a sporton kívül nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozunk. Van énekkarunk, van irodalmi színpadunk, nagyon sokféle szakkörünk van, tehetséggondozó szakkörünk van, most például egy látványos pályázattal nagyon sok-sok eszközt fogunk kapni, ami a gyerekeknek a természettudományos oktatását fogja majd segíteni. Van ezen kívül egy táblajáték szakkörünk, ami a logikai gondolkodást fejleszti, és tulajdonképpen társas játékoznak, szabályokat tanulnak, és a logikai lépéseket, hogy egy-egy problémát hogyan lehet megoldani. Ehhez is folyamatosan vásároljuk az új játékokat az alapítványunk segítségével. Hát aztán ami nagy dicsőség, hogy mindig próbáltunk a pályázatokon indulni, második éve az Oktatási Hivatal bázis intézménye vagyunk. Ez azt jelenti, hogy különböző iskoláknak kínálunk programokat, amikor eljöhetnek hozzánk, és úgymond tanulhatnak tőlünk az intézmények. Ezek hivatalosan meghirdetett nyilvános események, és bejelentkeznek rá a kollégák, és elmondhatom, hogy elég népszerűek, és mindig látogatottak ezek a rendezvények. Aztán az idei őszön megkaptuk a Boldog Iskola címet, örökös ökoiskola vagyunk. Ezek mit jelentenek egyébként az önök életében, gyakorlatban? Hát az örökös ökoiskola az azt jelenti, hogy már harmadszor kaptuk meg az ökoiskola címet, és utána nem kellett már erre pályázni. Egy nagyon-nagyon környezettudatos szemlélet módot próbálunk a gyerekekbe belenevelni, és ezt átadni nekik. És én úgy gondolom, hogy minél hamarabb elkezdjük, annál inkább magukévá teszik a diákok, és akkor lesznek igazán környezettudatos felnőttek, hogyha ebbe a szellembe nőnek fel. A Boldog Iskola program az pedig az alsósoknál indult, és egy-egy hónapnak meghatározott témája van, és akkor ezekről beszélgetnek, és próbálnak tényleg egy kiegyensúlyozott közösségi életet élni
ezek az osztályok. És ha jól láttam, akkor az EduLine-on megjelent, hogy az egyik legjobb iskola az országban. Igen, hát erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk a lehet, tavalyi évben. Lehet, hogy esetleg egy sorszámot, vagy van erre valami vonatkozó adat? Sorszám nem volt, hanem az volt fönn, hogy a 100 legjobb iskola között vagyunk, tehát vannak ezek a bizonyos okévmérések, ami ugye 6. és 8. osztályban matematikából és magyarból zajlik, és a hozzáadott értéket vizsgálták, hogy mi mennyit teszünk hozzá ahhoz, amit a gyerek otthonról hoz. Tehát mi az iskolai hozzáadott érték, és ebbe, hát Magyarországon 3600 általános iskola van, és a 3600-ból a 100 legjobba soroltak be bennünket tavaly. Igen, hát azért az egy szép eredmény. Igen, nagyon büszkék voltunk. Egyébként a híradásainkban nagyon sokszor találkozunk az önök iskolájával, és ugye tavasszal szoktunk beszámolni arról, hogy vannak testvériskolai kapcsolatok, egészen pontosan Ciprusról szoktak érkezni önökhöz, és hát fordítva is igaz, amikor önök kimennek. Ez hogy alakult ki ez a kapcsolat? 2004-ben a néptánc tanárnő hozta ezt a kapcsolatot az intézménybe, és kimondottan a néptánc csoport az, aki látogatja az ő fesztiváljukat. Minden, náluk is a tanév június 15-tel ér véget, és az utolsó hét arról szól, hogy minden este egy-egy évfolyam szerepel az iskolába, hatalmas színpad technikával, fénytechnikával felszerelve, és mi ott bemutatjuk a magyar kultúrának egy szeletét. Ilyenkor a gyerekek családoknál vannak elhelyezve, ami egy nagyon izgalmas dolog, mert hát betekinthetnek egy teljesen más világba. És most az elmúlt időszakban sűrűbben jöttek és mentünk, mert az egyik évben ők jönnek, a másik évben mi megyünk. Most pont 19 májusában rajtunk van a sor, hogy mi fogunk utazni. Már megvan a csapat, akivel megyünk, illetve már a repülőjegyet is megvásároltuk. Beszéljünk egy nagyon picit még akkor a jövő évi tervekről, a műsorunk vége felé. Érdekelne, hogy tényleg milyen olyan újdonságok lesznek itt a következő évben. Nem is azt mondom, hogy a tanévben, de a következő évben, mondjuk januártól még az év végéig. Egyrészt az iskola vonatkozásában, egyrészt az ön terveire is kíváncsi lennék, mert ha jól tudom, akkor nyugdíj előtt áll, de azért vannak tervek. Hát az iskolával kapcsolatban ugye minden évben augusztusban határozzuk meg azokat a feladatokat, ami a tanév végéig ránk vár. Hát az első, ami itt január-februárban zajlik, az a jövendő elsősöknek a foglalkoztatása, és iskolavár rendezvényekre várjuk az elsősöket. Márciusban nagyon nagy rendezvényünk a Rákóczi nap rendezvénye, ami egy hagyományos versenynapunk. Március 27-e körül szoktuk ezt mi megrendezni, és ilyenkor a Fejér megyei diákok közül közel 200-300 diák vesz részt különböző versenyeken az iskolánkba, matematikából, angolból, kispályás labdarúgásból, néprajzból, szövegértésből, helyesírásból, tehát nagyon sokféle területen versenyezhetnek a diákok. Erre a versenyre várjuk a nagyváradi testvériskolánkat, akikkel 2012 óta van kapcsolatunk, és mindig egy 45 fős busszal jönnek, és különböző versenyeken neveznek a csapatukkal, és részt vesznek ezen a rendezvényen. És hát akkor májusban pedig van egy gála műsorunk, amikor a barátságházba a szülőknek megmutatjuk az évi produkciókat, egyéni és csoportos produkciókat. Ugye erre már készülni kell a gyerekeknek, ezt megelőzi februárban egy Ki mit tud, ahol bemutatják a produkciókat, és akkor kiválogatjuk, hogy na, kik azok az egyéni, illetve csoportos szereplők, akik ezzel részt vehetnek. Május végén elutazunk Ciprusra, és hát elköszönünk a nyolcadikasoktól. Mindig az egy külön nap nálunk, amikor a ballagás zajlik, és egy nagyon-nagyon megható ünnepség, és akkor ott 20-a körül bezárjuk a tanévet. Amikor én is el fogok köszönni az iskolától és a szülőktől, mert szándékaim szerint én a következő tanévet már nem fogom elkezdeni. A nők 40 évével kívánok nyugdíjba vonulni. De azért vannak emellett tervek még? Erről lehet-e tudni? Igen, hát mivel azért a nyugdíjas évek azok nem arról fognak szólni, hogy
nincs tovább. Pontosan az elmúlt időszakban találtam olyan tanfolyamot, például Budapesten egy ilyen önismeret személyiségfejlesztéssel foglalkozó tanfolyam, amire szeptembertől szeretnék beiratkozni, és ez egy éves folyamat lesz majd, aminek a végén vizsgázni kell, bár én megfogadtam, hogy én már többet nem szeretnék vizsgázni, és semmilyen dolgozatot nem szeretnék írni, de mégis ez lesz a vége, hogy ha én ott valamit szeretnék produkálni, akkor bizony ezt a megmérettetést is vállalni kell. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött és mesélt nekünk önről és az iskoláról. Nagyon-nagyon sok sikert kívánok még azért a fennmaradó időben is, és természetesen az iskolának is. És hát az eredményekhez, amiket eddig elérte a pályafutása során, ahhoz pedig gratulálok szívből. Köszönöm szépen az elismerést és a beszélgetést is. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, a fehérvári beszélgetéseket látták. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!